Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A sors kereke jóslás. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy milyen sorsdöntő változások, döntések, találkozások lesznek a következő hónapokban. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, sorskerék, így hívom ezt a jóslást, ahol megnézzük akkor rád szabva személyesen, hogy milyen változások lesznek. A díjam 4000 forint. Ha ehhez kéred a védikus asztrológiát, akkor megnézzük azt, hogy hol van nálad Szaturnusz bolygó a sors bolygója. Az indiai számítás szerint ez a vízöntő jegyében van még ez évben, utána áttér majd a halak jegyébe, de akkor megnézzük azt, hogy melyik életházban van nálad a vízöntő jegye, hol vannak sorsdöntő események. Nálam ez az egyes életház, mert az én aszcendentusom az a vízöntő jegyében van. Tehát így a környezetemben vannak változások, de megnézhetjük azt is, hogy nálad hol lesznek ilyen események, ami kihat a sors utadra. Azon kívül megnézzük akkor Ráhút, mert Ráhú is jelent változásokat. Ráhú az indiai asztrológia szerint a halak jegyében van ez évben, és még jövő év elején is. Tehát erre is ki tudunk térni. Akkor a díja, ez a kirakás, hozzá az asztrológiai elemzés, akkor az 10.000 forintba kerül. És most megnézzük, hogy mit mutatnak általánosságban a kártyák. Egy sorsforduló. Itt kezedbe veszed most ezt a kulcsot. Az jelenti a te magabiztos fellépésedet. Itt a nap jelenti a kisugárzásodat. Itt tisztázódnak bizonyos események. Például azt, hogy mit kellene ezzel a kulccsal lezárni. Egy időben lesz egy új kezdet, hiszen ez a kulcs kinyit egy új ajtót, egy lehetőséget, a nap megvilágítja ezt, lesznek fontos döntések, és a gólyák jelentik már a változásokat. Áprilisban lesz majd egy szerencsés fordulat, egy találkozás, vagy egy új kezdet, vagy lesznek szerződések, esetleg nyeremények. Itt ez a park jelentheti a természetet is, hogy kiruccansz a természetbe, jót tesz ez neked, de utal a nyilvánosságra is. Megvan a magabiztos fellépésed, a kisugárzásod és a nyilvánosságon mások észrevesznek téged. Itt lesznek kapcsolatok, esetleg szerződések. A virágcsokor azt jelenti, hogy megváltozik valami a külsődön. Mások észreveszik a szépségedet, a nőiességedet, vagy a virágcsokor lehet egy meghívás, vagy egy ajándék is. Tehát itt van a nyilvánosság, a kapcsolatok, szerződések, egy ajándék. Az is lehet, hogy valamit mutatsz a nyilvánosságon. Például, ha meg akarsz egy könyvet jelentetni, akkor az sikereket hoz, szerencsét hoz, itt van a nyilvánosság. Itt a csillagok szintén szerencsét hoznak, tehát a közeljövőben szerencsét lesz, amikor döntésekről, változásokról, találkozásokról van szó. Sőt, az is lehet, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, és találkoztok véletlenül a nyilvánosságon. A csillagok jelenthetnek spirituális területet,
A virágcsokor pedig egy kreatív tevékenységet. Itt van a nyilvánosság, a siker, az elismerés, a szerződések és a nyeremények. Hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, ez kihat a munkára, a hivatásra, ami a barátságokat is jelenti, vagy például a párkapcsolatot. Ebben az esetben a halak utalnak a belső értékekre, hogy megkapod az elismerést másoktól, vagy te értékes vagy ahhoz, hogy szerencséd legyen az életben, hogy éld a hivatásodat, hogy szép kapcsolatok legyenek, szerencséd legyen a párkapcsolatban, és hogy jó anyagi körülmények között élj, hiszen itt látható a lehetőség a nyereményekre. És ez volt ez az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!